A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, hulladékgazdálkodással foglalkozunk a következő 25 percben, annál is inkább, hiszen az elmúlt időszakban beszámoltunk róla, hogy jelentős átalakulás történt a Deponia Nonprofit Kft-nél, illetve a hulladék udvarban és hulladékkezelő központban is. Először is volt egy sajtónyilvános bejárás, vagyis előtte Cserpakovics András polgármester és országgyűlési képviselő úrunk is ott volt. Majd a sajtónyilvános bejáráson mi is tiszteletünket tettük, abban az értelemben legalábbis, hogy megnéztük, hogy miként épül fel ez az új hulladékgazdálkodási elv, amelynek mentén azt hiszem, hogy egy komoly lépcsőt tehetett meg a cég. És természetesen ott volt Östör Anna Mária, a településrész önkormányzati képviselője is. Tisztelettel köszöntöm Steigerwald Tibort, a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Elhűlve néztük egyébként ezt a fejlesztést, hiszen én azt hiszem, hogy a jelen helyzetben, mármint a 21. században mindennél fontosabb, hogy a hulladékgazdálkodás valóban 21. század legyen, és ez most egy óriási lépés. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy az elmúlt esztendőkben nagyon komoly fejlesztések zajlottak le ezen túl is, hiszen megszűnt a Nonprofit Kft. Tevékenysége itt a Sörház téren, és hát a Csala lett a központ, ha úgy tetszik. Ezért volt arra szükség, hogy a csalai állampolgárok is megnézhessék, hogy miként. Nos, hát akkor beszéljünk erről a 10 hektáros komplexumról, mert elhűlve, de nagy örömmel vettünk részt ezen a bejáráson. Nagyon sok mindent tapasztaltunk és láttunk. Én azt mondom, hogy ismétlem önmagam, hogy ez valóban 21. századi történet. Igen, mi nagyon szívesen láttuk vendégül a szomszédainkat, ugye a csalai lakókat. Velük az elmúlt években folyamatos konzultáció, lakossági fórumok voltak, ahol azért igyekeztünk bemutatni, hogy milyen jellegű fejlesztések fognak történni, és az érdeklődés mindig is jelentős mértékű volt. Ahogy elmondtad az előbb, jelentős számú fejlődés, fejlesztés volt az elmúlt években a cég életében, amelynek talán a fénypontja, úgymond, ennek a fejlesztésnek az elindítása, ennek a beruházásnak az elindítása. Ugye maga a társulás, ami létrejött arra, hogy ezt a létesítményt, illetve létesítményeket felépítse, illetve egy modern hulladékgazdálkodási komplexumot hozzon létre, az már jó régen megalakult. Jó régen tervezi 143 önkormányzat, köztük Székesfehérvár is, hogy egy ilyet megalkot, és onnantól kezdve egy 21. századi létesítményben és az ahhoz tartozó szállítóeszközökkel, hulladékudvarokkal, tehát egy komplex rendszerrel oldják meg a hulladékgazdálkodás helyzetét. Ez évekkel ezelőtt már elindult azzal, hogy 2019-ben egyébként, hogy új hulladékgyár szállító járművek kerültek forgalomba. Ezáltal elértük azt, hogy az általunk használt gépjárműpark lényegében legfiatalabb és legmodernebb ma az országban. Ez egy óriási lépés. Azt követően minden egyes településen kiosztottuk a második kukákat, ami Székesfehérváron már korábban megszokott volt, de az összes környező településen már két kukában, tehát szelektíven is tudják a családi házakban gyűjteni a magánszemélyek a hulladékaikat. És ennek a legutolsó lépése, és egyébként hulladékkezelés meg a rendszer szempontjából talán a legfontosabb lépése az, amihez most elértünk. Ne feledjük, hogy éves szinten mintegy 15 ezer tonna szelektív hulladékot tudnak itt feldolgozni. Ez egy olyan őrületes mennyiség, aki majd a képeket látja, az megtapasztalhatja, hiszen otthon azért hozzászoktunk a kicsi kukákhoz, esetleg a nagyobbakhoz, és ez egy óriási lépcső. Ez egy hatalmas lépcső, főleg ha azt is elmondom, hogy 2022-ben, az elmúlt évben
az eddigi korábbi létesítményünkben olyan 3500 tonna körüli volt az a mennyiség, amit feldolgoztunk. Ehhez képest most 15 000-re állunk be, ugyanúgy két műszakban hétfőtől péntekig történő munkavégzéssel. Ahogy elmondtad, tényleg egy hatalmas mennyiségről beszélünk. Ugye, ha valaki otthon a szelektív kukáját vagy egy szelektív zsákot megemel, érzi, hogy ez egy nagyon könnyű anyag, ebből 15 000 tonna, ez egy elképesztő mennyiség. Nagyon fontos kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy most már szelektíven bánunk mi is a körülöttünk lévő szeméttel. Ennek ellenére azért erre fel kell készülni. Tehát itt olyan gépsorok állnak rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy külön legyen a papír, külön a műanyag, és így tovább. Ez mekkora lépcső egyébként, hiszen ugye jószerivel minden elindul Európából valahonnét, és előbb-utóbb megérkezik. Itt most előbbről beszélünk a hazánkba is, de ez mekkora lépés a depóniának? Mi már ugye a 90-es évektől foglalkozunk szelektív gyűjtéssel. Tehát ha ezt nézzük, szelektív gyűjtés, ez szerint akár azt is mondhatnánk, hogy nem. De ugyanakkor technológiai szempontból, mennyiségi szempontból ez egy óriási lépés. Korábban is ugye a régi válogató sorunkon történt szelektív válogatás, annak a bemenete és a kimenete is hasonló volt. Ugyanakkor mennyiség tekintetében, ahogy az előbb mondtam, volt egy óriási előrelépés, illetve a munkavégzés minősége mentén. Tehát azok a munkatársaink, akik eddig sokkal nagyobb energiával kevesebb hulladékot tudtak szétválogatni, most kevesebb energiával sokkal többet. Hogyan lehet ez? Egész egyszerűen azért, mert az eddigi szerintem meglehetősen egyszerű vagy primitív megoldáshoz képest ma világszínvonalú gépek állnak rendelkezésünkre. De érdekes volt, ahogy bejöttek ott a laikusok, a csalai lakók, akkor csak úgy nyilatkoztak ott többen egyszer, hogy úristen, hát ez egy gyár. Ugye bementünk egy 3500 négyzetméteres csarnokba, ahol egy nagyon-nagyon komoly gépsor található, ahol optikai válogató gépek válogatják anyagában szét a hulladékokat, a PET palackokat színre válogatják, tehát egy nagyon-nagyon komoly technológiáról beszélünk, aminek csak a végén kell kézi erővel beavatkozni. Mondhatjuk úgy, hogy amit a gép hibázik, arra kell rásegíteni a kollégáknak, ettől tud a teljesítmény jelentősen nagyobb mértékű lenni. Ugyanakkor ez kivételesen komoly szakmai feladat is. Vezetőknek és mindenkinek, aki körülveszi ezt a komplexumot. Így van, tehát ez vezetés szempontból, gépészeti szempontból, tehát nekünk is jelentős fejlesztéseket kellett végrehajtani személyi állomány tekintetében, hisz mi korábban szinte csak egy válogató szalagról beszéltünk, most nagyon-nagyon komoly technikai, technológiai felszereltségünk van, amit kell tudni karbantartani, kezelni. Tudjuk, hogy minél modernebb, minél összetettebb egy gép, a napi karbantartásokra, a rendszeres karbantartásokra, felügyeletre egyre nagyobb szükség van. Ezekre most nagyon nagy hangsúlyt kell. A hulladékgazdálkodás kulcskérdés volt eddig is. Nyilvánvaló, hogy ahol, és egy olyan térségről beszélünk, ahol mindig kiemelten kell erre figyelni, hiszen Székesfehérvárnak és a környező településeknek, most már ugye a 143 településnek is ez kiemelten fontos, ez óriási felelősség. Ez kell pénz, paripa, fegyver. Hogy sikerült azt a beruházást megvalósítani, ami valljuk meg, hogy egy kiemelt beruházás? Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy ez nem elsősorban, vagy nem főként a cég érdeme. Ez egy állami önkormányzati beruházás volt elsősorban. Mi igyekeztünk ezt a szakmai szempontjaink mentén, amennyire volt rá igény és lehetőség támogatni, illetve alap igényeket megfogalmazni, menet közben segíteni a kivitelezési munkákat, illetve odafigyelni, hogy a majdani üzemeltetési szempontok már az építés során érvényesülhessenek. Ebben volt nekünk nagy feladatunk. Ugye maga a beruházás az javarészt 85%-ban Európai Uniós forrásból, 15%-ban pedig állami forrásból történt, úgyhogy ennek a beszerzése is egyébként állami szervezeteken keresztül történt. Ez egy jó bonyolult folyamat, úgyhogy ezt támogatni sem volt egyszer. Ugye ez egy ízig-vérig 21. századi történet. Ja. Miként fogadták a dolgozók, hogy teljes egészében ki kell költözniük?
csalára, hiszen láttuk, hogy új komplexum épült, mármint irodai épületek, ami azt hiszem, hogy valóban minden igényt kielégít. Igen, hát ez is egy régi álom, én emlékszem még 2015-ben, amikor polgármester úr akkor tette látogatást a cégnél, én akkor vetettük föl polgármester úrnak, hogy ez a ittenhez képest a szomszédban található Sörháztéri telephelyünk, illetve székhelyünk elavult, ráadásul egy lakóövezet kellős közepén van, zavarjuk is a lakosságot, hogy mi elkezdhetnénk-e abban az irányban gondolkodni, hogy inkább csalán legyünk. Ennek a miértje is ugye akkor már megfogalmazódott, hogy azért, mert látszik, hogy a hulladék gazdálkodás egyre inkább áttevődik, vagy egyre nagyobb hangsúly terelődik ezen belül a hulladék kezelésére, ami ugye csalán zajlik. Tehát ott folyamatosan ott kell lenni, és ennek a létesítménynek, amit most megnyitottunk az elindításával, rengeteg látogatónk van, szemléletformálás is jelentősen ott tud lezajlani. Tehát elég sok indok hangzott el amellett, hogy ez történjen meg. Pár évvel ezelőtt a döntések megszülettek, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés viszonylag én azt gondolom, hogy elég gyorsan zajlott, és így tavaly ősszel tudtunk kiköltözni csalára. Én azt gondolom, hogy összességében mindenki ezt nagyon jól fogadta. Nyilván annak, aki közvetlen kolléganőnk innen a szomszédból járt bedolgozni, ahhoz képest nyilvánvalóan kellemetlen, kényelmetlen csalára kibuszozni. Viszont azt mondhatom, hogy egyetlen kollégát sem vesztettünk amiatt, hogy kiköltöztünk családra. Apropó, ha már a buszról beszéltünk, akkor essék szó erről is, hiszen most már közvetlen buszjárat viszi ki a dolgozókat. A város ebben nekünk nagyon nagy segítséget nyújtott, hiszen a 26C járat, ami nem is volt addig, ezért lett 26C, ami lényegében 26-os meghosszabbítása a Videotontól, és elég jó menetrend szerint jár, hisz nem csak a műszakváltásokra, a munkakezdés, befejezés, hanem napközben is vannak buszjáratok, tehát meg lehet minket jól közelíteni. A kollégáink is ebből a szempontból szerintem jól kiszolgálva vannak, tehát ez szerintem mindenki elégedettségére szolgál. Ami természetesen vonatkozik a csalán élőkre és a csalai családokra is, egyrészt a buszjárat, másik oldalról pedig nagyon-nagyon fontos lépcső, megint csak magamat kell, hogy ismételjem, 21. széles szávú internet vezetése, ez is kapcsolódik ehhez a beruházáshoz. Ami még nagyon fontos, és elmulasztottam, hogy megkérdezzem, a nem szelektív hulladék kezelés sorsa, az hogy alakul? A vegyes hulladék, ugye az a hulladék, amit hagyományosan ugye régen szemétnek hívtak. Igen. Ma már nem szeretjük ezt a kifejezést, ugye háztartási vegyes hulladék a szakmai egészen pontos megfogalmazása. Ez a létesítmény, amit láttunk múlt héten, vagy bemutattunk, ez nem csak a szelektív hulladékokra épült, hanem a háztartási vegyes hulladékra is. Ebben anyagában hasznosítható hulladékmennyiség jóval kevesebb van, hisz rendkívül szennyezett, kevert hulladékról beszélünk. Jelentős részben inkább az a energiatartalma, ami fontos ennek a hulladéknak. Egy másik válogató csarnokban egy sokkal egyszerűbb belválasztással működő technológiát is bemutattunk, egy sokkal egyszerűbb gépsort, viszont annál hatékonyabb, hisz ez a gépsor évi 55 ezer tonna vegyes hulladék szétválasztására alkalmas, ami igazából szétválasztja a magas szerves anyagtartalmú részt az úgynevezett könnyű frakciótól, és a szerves anyag tartalmú rész az stabilizálás után is sokkal stabilabb állapotban lerakásra kerül, viszont az a rész nagyjából fele a vegyes hulladéknak, ami az úgynevezett könnyű frakció és jól éghető frakció, ebből ipari minőségű fűtőanyag kerül előállításra. Tehát nem arról beszélünk, hogy ez egy háztartásokban elégethető fűtőanyag, kifejezetten cementgyárakban, hőerőművekben történő előállítás, vagy elégetésről van szó. Csak összehasonlításként egyébként ez a fűtőanyag nagyjából a barna szénnel egyenértékű fűtőértékkel bír. Tehát ez egy nagyon értékes fűtési anyag. Nem különben fontos kérdés, és én azt hiszem, ez az állampolgárokra vonatkozik, hogy hát a jó ideje már megvan a szelektív lehetőség. Miként élünk mi ezzel, állampolgárok?
Mi a személyes tapasztalat? Egyre jobban, de még bőven-bőven nem elég jól. Ha a saját számainkat nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már itt az új gépsornál is az a tapasztalat, hogy nagyjából 30%-a a szelektíven gyűjtött, tehát a csomagolási anyag, tehát a szelektíven gyűjtött hulladéknak 30%-a válogatási maradékként nem hasznosul. Tehát 30% olyan anyag kerül bele, ami valójában nem oda való. Tehát fontos feladatunk, eddig is végeztük, de egyre inkább fontos feladatunk, hogy megtanítsuk azt az emberekkel, hogy mi az, ami a szelektív gyűjtőbe való, és mi az, ami nem oda való. És mi a kék, és mi a sárga, mármint a hulladék. Igen, bár ebben is volt változás. Ha országos szinten nézzük, és a célokat nézzük, ami szerintem talán a legfontosabb, itt két nagyon fontos számot kell elmondanunk. Egyik Európai Uniós vállalás egyébként, hogy 2035-ig kettő fontos mutató megvalósuljon. Az egyik, hogy a lakosságtól összegyűjtött hulladék 65%-a hasznosításra kell, hogy kerüljön. Most 32%-nál tart Magyarország. Ez elérhető? Szerintem nagyon nehezen elérhető. Ez nyugat-európai országoknál is nagyon nehezen elérhető. Valaki egyébként már akár mai nap is tudja ezt, de még nagyon sok helyen, többségében még nem. A másik, ami még talán ennél is nehezebben teljesíthető szám, hogy az összes összegyűjtött hulladéknak a maximum 10%-a lesz lerakható 2035-től. Viszonylag távoli időpontról beszélünk, ugyanakkor az idő gyorsan megy, a technológiák azért annyira gyorsan nem változnak, és mi magunk emberek, akik szemetelünk, meg talán még lassabban változunk. Ebben ma egyébként Magyarország kicsit kevesebb, mint 50%-nál jár. Tehát kicsit kevesebb, mint 50%-ról kell levinni 10%-ra. Ugye a végén, a fejlődésnek a vége, az utolsó százalékok, pontok, azok már nagyon-nagyon nehezen teljesíthetők. Na, ezek azok, amik szerintem ma egy-két országban teljesülnek, jellemzően skandináv országokban. Ennek speciális oka van, nem csak a lakosság, hanem ipari szempontból is speciális okai vannak. Nyugat-Európa is még messze jár ettől. Ez egy rendkívüli kihívás, mint ahogy rendkívüli kihívás lesz az az időszak is, hogy nyártól, ugyebár július 1-től állami feladat lesz a hulladékkezelés, tehát Székesfehérvár hulladékgazdálkodásban, ha úgy tetszik, kikerül ebben az értelemben az önkormányzat tulajdonából. Ez nagyon fontos kérdés. Ugye erről beszélt Cserpakovics András polgármester úr és Varga Tamás országgyűlési képviselő úr is. Ez miként érinti a deponiát? Hát minket minden. Minden területen, minden ponton, minden szempontból érint. Fontos azért azt elmondani, hogy a lakosság, én azt gondolom, hogy ebből nem fog semmit sem érezni. Hisz ugyanaz a közszolgáltató, mi, a Deponia Nonprofit Kft., illetve végzi a feladatot, illetve ugyanazt a feladatot fogjuk ellátni. Tehát ugyanazon a napon jelennek meg a kollégáink, és szállítjuk el a hulladékot. Még az, hogy hová szállítjuk, abban sem lesz most jelentős változás, tehát ebből a szempontból nem történik különösebb. Annál inkább a nem látható részekben, és nem is csak azért, mert már nem az önkormányzat lesz a megrendelő, hanem az állami feladatot ellátó koncessziós társaság, a MOHU MOL ZRT, ugye a MOL-nak erre a célra létrehozott gazdasági társasága. Azonban egy teljesen új piaci alapokon nyugvó versenyt mutató szemlélettel állnak a hulladékgazdálkodás kérdéséhez. Nagyon fontos, ez a koncesszió, ami létrejött, 35 évre szól. Tehát egy nagyon hosszú időszakra kell berendezkedni, ami én azt gondolom, hogy jó abból a szempontból, hogy néhány év átalakulás után reméljük, hogy egy stabil időszak fog következni, viszont addig nagyon-nagyon nehéz időszak vár ránk. Most már 3-4 éve folyamatosan tart a felkészülés, átállás az új időszakra, új idő számításra ebből a szempontból nálunk, és most már nagyon a finishben vagyunk. Szerződéseink egy része aláírásra került, egy része a napokban várhatóan aláírásra kerül, és dolgozunk azon, hogy július 1-től legalább olyan jók legyünk a szolgáltatásban. Ne felejtjük, essék szó a konzorciumról, hiszen ez egy teljesen új történet. Győri és Tatabányai céggel alkottok egy csapatot, ha úgy tetszik. Ezzel milyen hír ez?
Ebben az új rendszerben a hulladékgyűjtés és szállítás tekintetében egy regionális szemlélet alakult ki, ami azt jelenti, hogy maga a megrendelőnk, a koncesziós társaság 6 régióra osztotta az országot. Székesfehérvár az Észak-Dunántúli hulladékgazdálkodási régióban található, vagy egyszer csak itt találtuk magunkat. És pályázni lehetett, illetve mi mindenképpen szerettünk volna a regionális vezetésre, amit régió koordinátornak hívnak. Erre a régió koordinátori feladatra ezzel az előbb említett két városi társasággal közösen indultunk, és elnyertük ezt a feladatot, ami egy nagyon-nagyon komoly feladat, hisz 1.750.000 ember ellátásáról beszélünk. A jelenlegi általunk ellátott amúgy nem kevés, 330.000 fő helyett. Az új felállásban, ami ebből a depóniára jut, kicsit több mint 600.000 ember ellátása. Tehát az eddig ellátotthoz képest, csak nem egyébként januártól fog belépni ez az új területi felosztás, csak nem a duplájára emelkedik az ellátott lakosság szám. Tehát ez egy rendkívüli kihívás, én azt gondolom, de én azt hiszem, hogy a felkészülés remek ütemben zajlik. Én ezt köszönöm szépen, és mit kívánjak a depónia munkatársainak? Én azt hiszem, hogy mi néha oltaton is elfeledkezünk arról, hogy milyen nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy Székesfehérvár élhető város. Igen, hát mit kívánhatnál? Szerintem egészséget és kitartást, meg jó erőt, és én ezt tolmácsolni is fogom a kollégáknak. Hát ez egy nagy feladat, úgyhogy bele fogunk vágni, de nagy bizalommal és hittel állunk a kihívások előtt. Mi pedig köszönettel, mert azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincs, és természetesen a bizalom a kollégáknak. Azt gondolom, hogy igazán megérdemlik. Az egész csapatodnak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is nagyon szépen és köszönöm. Természetesen majd fogunk még szót ejteni erről a történésről, hiszen ez kulcskérdés a mai 21. századi világban Székesfehérváron is. Köszönöm szépen, állok rendelkezésre később. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Steigelwald Tibor volt, a Deponia Kft. Ügyvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.